Mindenki szeretettel köszöntök. Az előadásnak a címe az, hogy Ferences nagy jubileumok, ami azt jelenti, hogy többről van szó. Többes szám erre utal, ugyanis 2023 óta és 26-ig tart ez az időszak. Egy pár nagy jubileumot megünneplünk, azaz egy pár dolog történt a Szent Ferenc életében, amelyek 800 évvel ezelőtt zajlottak. 1223-ban két nagy és fontos eseményre került sor a ferencesség történetében, az pedig az első, hogy Assisi Szent Ferenc megszervezte az első élő Betlehemet, ami azt jelenti, hogy miután visszajött a Szentföldről, oda is azért ment, hogy megtérítse a szultánt, és a szultán a följegyzések szerint azt mondta, hogy hát ő meg is térne kereszténynek, és keresztény is lenne szívesen, hogyha minden keresztény olyan lenne, mint ez az Assisi kis szegényke. És hát ezzel utasította vissza, de tulajdonképpen ez arra is utalt, hogy, és ennek a nyoma megmaradt, hogy miért volt az, hogy a török idők alatt is a törökök a ferenceseket elviselték, és ma is Szentföldön is, amikor ferencest látnak, akkor tisztelettel vannak a mohamedánok is a ferencesek iránt, de hát ennek itt volt a kezdete Szent Ferencnél, aki maga is fölkereste bátran a szultán, nem félt attól, hogy hát majd legyilkoltatta, leöleti őt a szultán, hazajött Szentföldről, és az a táj, amely nem messze Ternitől van, Umbria déli részén, délkeleti részén, Terni városának a környékén, emlékeztette őt a Szentföldre, és azért úgy döntött, és azt kérte az ottani egyik ismerősétől, barátjától, hogy hát szervezze meg a karácsonynak az ünneplését egy barlangban, egy hegyoldalban található barlangban. Ezt a barlangot ugye később átalakították, szerencsénkre is, Isten kegyelmének köszönhetően, látom, itt vannak egy páran, voltunk ott zarándokolni is, megnéztük azt a helyet, ahol összehívta a barlangba a környező lakosokat, hegyi lakosok voltak ezek, és állatokat vezettetett oda, tehát úgy, mint ahogy az evangélium is leírja, hogy minél hűségesebb legyen az evangéliumi eseményhez. Szent Ferencnek egyik jellegzetessége az, hogy az evangéliumot szerette volna minél jobban, szinte szó szerint megvalósítani. Vagy, hogy pontosabb legyek, nem szó szerint, hanem a szelleme szerint megvalósítani. És erre állandóan törekedett, azért egy kicsit korábban is, de ma is kicsit másfajta szentnek tartják, mint a többit. Ő neki egy nagyon fontos jellegzetessége az volt, hogy mindenben szeretett volna Krisztushoz hasonlítani. És az, amit az ő lelkiségében még tapasztalunk és látunk, hogy az ő lelkisége az krisztocentrikus lelkiség. Tehát, hogy Krisztus van a központban, onnan indul ki minden. És ezt a fajta lelkiséget a II. Vatikáni zsinat újra fölélesztette és hangoztatta a krisztocentrikus lelkiséget, ahol Krisztus van a központban. És Ferencnél ez fontos volt, hogy azért is szervezte meg ezt a karácsonyt is, hogy megérezze, hogy hogy volt az, amikor Jézus hidegben, észnek idején megjelent a Földön. Ugye a hagyomány ének idejére teszi, nem tudjuk azért pontosan a Biblia alapján, hogy mikor volt a Szentírások, ezt akkorra teszik, és akkor ezt fogadjuk el. De mondtuk a misén is, hogy hát azért nem kell nekünk minden titkot pontosan tudnunk, mert akkor nem leszünk többé kíváncsiak semmire. Na és megszervezték ugye ezt a karácsonyt ebben a krécsói barlangban, és az életrajzjai Ferencnek följegyezték azt is, hogy
voltak emberek, akik arról tanúskodtak, hogy ők látták, hogy Jézus, a kis Jézus megjelent az ő kezében, amíg ő prédikált, ugyanis ő nem volt pap, hanem csak diakónus, nem akart szerénységből, alázatosságból pap lenni. Nagyon nagyra becsülte a papi hivatást, ő úgy érezte, hogy ő neki ez nem méltó arra, hogy ezt tegye. Hát mi nem méltók is sajnos elfogadtuk, vagy örömmel fogadjuk ma már, de ez a Jóistennek a döntése végeredményben. És ez 1223-ban történt, az emléket ma is őrzi ez a hely, és ugye, amit láthattunk is, ami még jobban talán ma megragad bennünket, ott nem maga a hely, még az, hogy ott több mint 100 Betlehem van, kiállítás van a Betlehemekből, hanem az, hogy láthattuk a régi kolostort, szinte Ferenc idejéből, nem szinte, hanem az ő idejéből, és azt is láthattuk, hogy hát hogy nézett az ki, egyik oldalon a szikla, másik oldalon egy fal, közötte a szobák, cellák is. Miben álltak a cellák, miben álltak a falai? Deszkákból. Egymáshoz szegezett vagy kötött deszkák, és akkor ott lehetett kinyitni és benyitni, ma is be lehet nyitni ezekbe a cellákba. Az egyszerűségről beszél ez. Másrészt pedig, hogy úgy befejezzük a greccsói eseményt, ez az első esemény oda vezetett, hogy később a templomokban is fölállították a Betlehemeket. Karácsonyra itt is gyönyörű Betlehem szokott állni ebben a templomban is. Ez kezdetben csak a ferences templomokban terjedt el, majd manapság minden plébánia templomban, vagy minden templomban is van valami kis Betlehem, sőt, otthon is szoktunk csinálni kis Betlehemeket. Mert mi volt Ferenc számára fontos? Számára az volt a fontos, hogy engem megfogjon az evangélium, hogy engem megmozgasson az evangélium, hogy miért jobban átéljem Jézust. Az, amit állandóan hangoztatunk és mondunk az imánkkal kapcsolatban is, hogy amikor olvasom a Bibliát, akkor nem azt kell nézni, hogy aha, 100 oldal, gyorsan 70-et ma, holnap 20-at, holnap után kiolvasom minden nem tudom mennyit. Nem ez kell, hanem az kell, hogy mi marad meg benned? Hogy fog a te bensőd reagálni rá? És az, hogy minél jobban megértsem az evangéliumot, nyugodtan meg kell állni. Olvasom? Állj meg, csukd be a szemedet, gondold el, hogy te ott vagy. Olvasod a Zakeusról szóló eseményről szóló beszámoló? Gondold bele magad, hogy te vagy a Zakeus, az a kicsi, aki hát ugye azért valamilyen tiszteletnek körbentett, legalábbis ha féltek is tőle, hogy mennyire vágja meg őket, mint vámos, de azért volt neki egy tekintélye. És ez a kis emberke, aki, és akkor nem szégyel arra, hogy ő főmászol egy fügefára. Na, te mit tenné meg azért, hogy kíváncsiságból megnézi Jézust? Állj meg, gondold át, vagy gondold oda magad, ott vagy annál fügefára, vagy ott vagy a Jerióban, ahol megy el Jézus. És akkor meglátod azt, hogy nem csak az, hanem ha így olvasod az evangéliumot, akkor meg is jegyzel nagyon sok dolgot. És máskor átmegy az életedbe az evangéliumba, különben elolvasod, lehet, hogy valami jó gondolatod jön, de átmentél rajta, menjünk tovább. Szent Ferenc ezzel is azt akarja mutatni, hogy ő mindig is ezt keresztve. És ez jellemző az ő egész életére. Ugye gazdag családban született, gazdag tehetősek voltak azért, mert hát abban az időben ugye elkezdett erősödni a polgári réteg egész Európában, tehát nem csak a feudálisok voltak már a gazdagok, akik nagy földjeik voltak, hanem ezek a kereskedők is, és Ferencnek az apja is kereskedő volt, és nagyon jól ment neki. Különösen jól ment neki Dél-Franciaországban. Ott aztán dögre kereste magát, és akkor mit csinált? Hát ott talált magának feleséget is. És hazahozta az Assisibe. Nem csak a posztót adta el, és a pénzt hozta haza, hanem egy feleséget is. És na, ez a feleség szülte még neki Ferencet, és ez itt Ferencnek az anyanyelve tulajdonképpen francia volt. Mert az édesanyja francia altató dalokat énekelt neki. És ez itt
húzott is, ugye a szavai, meg a följegyzései, imittam, ott lehet látni, hogy húznak egy kicsit a franciára, habár őt már, majd visszatérünk erre még röviden, az olasz irodalom egyik pioníriának úttörőjének tartják. Tehát 223-ban erről az eseményről emlékeztünk meg, és hát ha valaki akar magának, vagy az unokájának, vagy a szomszéd gyereknek, vagy felnőttnek egy ilyen szép beszámolós könyvet ajándékozni karácsonyra éppen az első Betlehemről, akkor meg is vásárolhatja itt a hittanteremben. Ha nem hozott ma pénzt, akkor akár holnap-holnap után is. Egyben szép emlék, másrészt pedig emlékeztet bennünket magára arra, hogy honnan keletkezett a Betlehem állítás szokása, és miért. Tehát az, hogy jól átéljem Krisztusnak a születését, az életét. Ugyanakkor 2023-ban emlékeztünk meg egy másik dologról is, mégpedig a ferences szabályzat, a ferences regula keletkezésére. Ugye minden közösség, vagy egyesülés is szükségelteti a szabályzatot. Valami szerint élni kell. Ha én akarok, mit tudom én, vadász lenni, akkor számítanom kell, hogy a vadakkal is találkozok majd. Nem csak úgy, nem két lábokra gondolok, hanem négy lábú vadakra, még hasonlókra is. Tehát ezeket nem kerülhetem ki. És valamilyen szabályzat van ott is. Vagy akármi más, egy kultúrkörnek akarok a tagja lenni, akkor nem mondhatom azt, hogy nem érdekel engem ez a kultúra, semmit csinál. Akkor nem kell lesz ott. Menjél máshova. Elmész, akkor ki tudja milyen más helyre, és akkor ott fogsz lenni. Tehát Ferenc szabályokat, az egyház Ferenctől elvárt egy szabályzat. Ferenc erre nem gondolt sohasem, hogy neki szabályzatot kellene, hogy írjon. A végrendeletében is azt mondja, hogy az Úr adott nekem testvéreket. Ez a végrendelet, ugye ez nem a végrendelet arról, hogy kinek melyik földet hagyom, földdarabot, vagy házat, vagy nem tudom is, hogy aztán legyen mégiscsak szivakodnék, mi veszekedniek, meg örök ellenségek kiváljanak, hanem ő lelki dolgokról beszélt is. Megemlíti ebben a végrendeletében azt, hogy az Úr adott neki testvéreket. Tehát hogy úgy fogadta, úgy érezte, hogy ezek a fiatalok, akik csatlakoztak hozzá, mert látták, hogy ez az újfajta élet, amit élni kezdett, ez nagyon vonzó, és ez tényleg az evangéliumot valósítja meg, az vonzó, tehát mindenkit vonz. Én maguknak hittem prédikálatok, nem tudom hogy, meg akár meséltek, nem tudom mennyit, ha az én életem nem evangélium, akkor nem fog engem senki se hederíteni, mert szép előadást lehet hallani, és megyünk haza. De Ferenc az életével vonzotta az embereket. És először, akik csatlakoztak hozzá, az ő társai voltak, a barátai, haverjai. Szerette a szórakozást, de az életrajzírói feljegyezték, hogy sohasem vitte végletbe és túlzásba, hanem olyan kedvesen, fiatalosan, jókedvű ember volt, és magával hozott. Na most, amikor elkezdett ugye más módon élni, akkor többen is jöttek vele, és hát mi is úgy akarunk élni, mint te. És akkor elkezdte is vakarózott, hogy mit is csináljunk. Elmentek akkor a pápához, aki járt a Rómában, vagy aki járni fog még velünk is. Az láthatta a lateráni bazilika előtt, ott a téren, Szent Ferencet és az első ferenceseket, amint elmentek a pápához, hogy per abszurdum, ahogy mondjuk, hogy engedélyt kérjenek, hogy az evangélium szerint élhessenek. Na tessék! Tehát hívő ember vagyok, akarok az evangélium szerint élni, és most elmegyek a pápához, és engedélyt kérek, hogy hát pápa úr, szabad az evangélium szerint élni. Miért történt ez? Na, az Ferenc azért ment el a pápához, mert abban az időben nagyon sok ilyen tévhitet, heretikus
tévhitető, valló ember volt Olaszországban, és különösen pedig Dél-Franciaországban, ugye azért is keletkeztek ott a domonkosok, vagyis ott cselekedtek, tevékenykedtek legtöbbet kezdetben, mert nagyon sok ilyen veszély volt. Szétudás, hát gazdag az egyház, na ott is, itt is lapátolják, ma is a Vatikán az arany lapátokon lapátolja kifelé az ablakokon a pénzeket, az aranypénzeket, a Vatikánnak van pénze. Hogy maguknak nincsen itt Újvidéken? Hát a Vatikán nem ad maguknak. Annyi van neki, amit a hívek adnak, szoktam válaszolni az ilyeneknek, akik ilyen tudósok, hogy a Vatikán lapáttal szórja nekünk a pénzt. Na akkor is voltak ilyen tudósok, hogy az egyház ilyen gazdag, amolyan gazdag, na akkor hagyjuk ott. Mert nem él az evangélium szerint. Szent Ferenc azt akarta megmutatni, hogy én ezt az egyházat szeretem, ez a te családod, az enyém is, tiéd is. Én ezt az egyházat szeretem, Ferenc ezt akarta megmutatni. Én ezt az egyházat szeretem. Másrészt azt akarja megmutatni, hogy hogyan oldod meg a problémát, családi problémát, úgy, hogy elmenekülsz otthonról. Mit oldottál meg? Semmit se. Vagy mit... Hogy akarod, hogy megjavuljon a közösség, ha azt mondod neki, hogy ha én üdvözöllek benneteket, hátat fordítok és megyek. Hogy fog akkor megjavulni? Ha te megjavulsz a közösségben, ha te szentebbé leszel, akkor a közösség is szentebb lesz. Na ez az, amit Ferenc megértett, és amit mi nem értünk. Ha te meg akarsz valamit javítani, akkor ne kritizáld, hanem mutasd meg, hogy így kell szentül élni. Ne pedig úgy, hogy ja, tényleg ezt meg ezt csinál. Ezt szoktuk, ugye? Mutassa meg! És Ferenc ezt akarta, ezt tette. És megmaradt az egyházban. És a pápa akarta, hogy a pápa is ezt jóvá adja, hogy nehogy azt mondják rá, hogy ő is ezek az ilyen hasonló csoportok közé tartozik, akik így viszonyulnak az egyházhoz, és ott hagyják. Tehát, ha javítani akarsz, akkor mint a kínai közmondás is mondja, hogy ha akarod, hogy tiszta legyen az utca, akkor mindenkinek a saját háza előtt kell fölsöpreget. És ha mindenki fölsöpreget a saját háza előtt, akkor az egész utca tiszta. Na, ez ugye ma meg nagyon kevesen értik, mert látjuk, hogy mi minden van az utcáinkon. Na most ez nem érdekes, nem akarunk most ezzel az utcával foglalkozni. Tehát Ferencben benne van ez, hogy ez a szeretet is az egyház iránt. Azt jelenti, hogy maradok ott is, jobb leszek, és megmutatom az egyháznak, hogy hogy kell jobbnak lennie. Ott majd adok példának. Ez is megvan az életében. Na, hogy visszatérjünk, ugye mindjárt még újra a kezdethez. Itt van a csoport, itt vannak a haverok, most mit csináljunk? És akkor azt mondja, hogy az végrendeltében, hogy az Úr megmutatta nekünk, hogy mit csináljunk. Hát akkor elmentek a pápához, akit őt úrnak nevez, pápa úrnak nevez, és azt mondja, hogy hát pápa úr, mi ezt akarjuk megvalósítani ilyen szegénységben, mindenről lemondva, nem nyomorúságban, hanem szegénységben, tehát az nagyon különbség a kettő között, és így akarunk élni. Na most akkor a pápa aztán, meg a bíborosok ottan, ugyan már, ezt nem lehet megvalósítani. Ezt ti álmodjátok minden nélkül, élni olyan szegénység, amit te akar, ez lehetetlen. És akkor mi történik? A Jóisten az mindig megtalálja az utat, hogy megmondja, megüzenje a sajátját. A pápa álmodik egyet, és álmában azt látja, hogy egy kis alacsony emberke a vállával megtámogatja a lateráni baszilikát. Lateráni bazilika, ne felejtsük, az a pápának a székes egyháza, nem a Szent Péter, ahol van, hanem a lateráni bazilika. Azért van ott ez a szoborcsoport is, az első ferencesekkel, mert oda mentek kérni a pápától az engedélyt. És másnap a pápa, amikor megint megjelenik ott előtte, Ferenc kapcsol, hogy hát ezt az embert láttam én az éjszaka az álmomban. És megengedte a mozgalmukat. Ez le van festve majd, amikor Assisiben járnak, akkor legalább fönt a felső templomban, bazilikában Giotto lefestette ezt az eseményt is, amikor a pápa megálmodja, hogy Ferenc az egyház támaszává vált, hírja a szabályzatot a
Ferences rend számára, azért nem lehet itt össze-vissza élni, hanem próbáljátok már egy kicsit rendezni. Nem elég az, hogy ti úgy érzitek, hogy egymásnak testvérei vagytok, de ez nagyon érdekes kifejezés a Szent Ferenc, azért a ferenceseknél a testvérség az nagyon kihangsúlyozott dolog, a testvérség megvalósítása. Ferenc előtt a családnak az eszménye lebegett. Tehát olyanoknak kell lenni a ferenceseknek, az egymást annyira szeretni, mint a testvérek lennének, és azért is a fráter kifejezést használjuk. Egymást között is, tehát ez a testvére. És Ferenc így képzelte, hogy családias hangulat legyen a ferenceseknél, hát hogy most mennyire valósították meg, vagy mennyire nem, de úgy látjuk, hogy a nép ezt úgy érzi, hogy mégis van bennünk valami, mert valahogy úgy az a benyomásunk, hogy szeretik azért a ferenceseket. Nem mindenki, de hát jól van, ez szokott lenni mindig. És akkor hát Ferenc úgy mondta, jó van, ezt megoldjuk, ugye nem könnyű dolog, de megoldjuk. És akkor elővette az evangéliumot, meg a Szentírást, kivette pár idézetet, összeírta egymás után, és azt mondja, hogy hát itt van pápa úr, megvan a szabályzat. Azt mondta a pápa, ez nem szabályzat. Vannak kinézetek kell, hogy legyen, szabályokat pontosan meg kell határozni, nem lehet ez csak így, hogy te összeírsz az evangéliumból, nem tudom, onnan egy pár kinézetet is, azt mondod, hogy majd ez szerint fogtok élni. Hát ez nem lesz, mert addig, amíg te lelkesedsz, meg esetleg egy-kettő körülötted, addig menni fog. De már vigyázzál, mert jön majd a harmadik, negyedik vagy az ötödik, az már nem fog annyira lelkesedni. Sőt, jön majd a tizedik, aki azt mondja, hogy itten jó, meg tudok élni, van mit enni, meg mit tudom, nem kell dolgoznom, maradok ferences. És akkor mi van? Tehát vigyáznod kell. Ha szabályzat, akkor, ha közösségért, akkor ennek vannak szabályai. Hát akkor mit csináljon? Azt mondja a hagyományunk, hogy akkor hát a domonkosokhoz fordultak, mert jobban volt Szent Domonkos, Domonkos rendieknek az alapítója, még Szent Ferenc is, és hát domonkosok tanult emberek voltak, mert ugye nekik azért is hívják őket prédikátoroknak, prédikátorok rendje, Ordo Predicatorum, azért is mondják, mert ők, nekik elsődleges céljuk az volt, hogy tanultan föllépjenek, jól prédikáljanak a különböző tévhitűek ellen, akik Dél-Franciaországban ütötték fel fejüket, több csoport is keletkezett ott, és nekik voltak szakemberei, és hát majd ők nekünk megírják. Megírták ám, de akkor megint azt mondta a pápa, hogy hát ez se jó, hát ez domonkos életmód, ez nem a tietek. Aztán a végre nagy nehezen összeállított a Szent Ferenc is, Kolombóban, Fonte Kolombóban, ahol szintén jártunk, amikor a grecsói kolostorban is, mert ez is 1223-ban történt, és így megszületett a ferences szabályzat is. Tehát ez már két dolog, ami 800 évvel ezelőtt keletkezett. Az idén viszont azt ünnepeltük, hogy 800 évvel ezelőtt kapta meg Ferenc a krisztusi sebeket, a stigmákat. Ez is egy olyan dolog, amit az egyház különleges ajándékként kezel, az Istentől kapott különleges ajándékként, szintén nagyon sok titkok, rejtelmet tartalmaz, ezek ilyenek az isteni dolgok, mint ahogy mondtam is a Szentbeszédben, titkok, isteni titkok, de Ferenc megkapta, és az egyház elismerte, hogy valójában viselte Krisztusnak a sebeit, mind az öt seb helyét megkapta. Két kézen, két lábon és az oldalsebb. Azért, mert azt is meg kell említenünk, hogy hát a krisztusi stigmák is különbözőek. Például Szent Ritának csak egy sebe volt, egy krisztusi sebet viselt. Tehát itt is vannak különbözőségek. Aztán Pio atyának is ugye megvoltak a krisztusi sebek, habár ott az egyház. Tehát Szent Ferencen kívül az újabb szenteknél, ahol elismeri meg, nem is ismeri el a krisztusi sebeket,
Tehát ilyen esetről nagyon sok van. Sokkal többen mondják, hogy még volt az is, ugye Pio atyánál is az is, hogy léptintek el a halál előtti pillanatban a sebek, meg hasonló dolgok. Tehát nagyon sok kérdés van, amit az egyháznak meg kell vizsgálnia. A krisztusi szerb önmagában még nem kellene, hogy jelentsen életszentséget, meg nem tudom micsodát, mert azért ilyen sebekkel dicsekednek, és vannak olyanok is, akiknek az élete nem éppen olyan, ahogy gondolnánk egy krisztusi sebet viselő szeméről, ezért az egyház rendkívül óvatos a krisztusi sebek elismerésével, a stigmák elismerésével kapcsolatban. Másrészt pszichikailag is az ember előidézhet különböző stigmákat. Erről olvashattak a katolikus kincses kalendáriumban bőven, szintén a stigmatizációval kapcsolatban, az ideiben ebben kapcsolatban megjelentek különböző stigmatizált szentekről cikkek. Ferencnél tehát megint azt kell mondanunk, hogy ez a Krisztushoz való hasonlatosságra való törekvésnek egy újabb jele. Állandóan lent vannak ezek a jelek az ő életében. Olyan akart lenni, mint Krisztus, úgy akarta megélni a Krisztusnak a születését, ahogy maga Jézus is megélte, aztán az életében is. Például hallgattuk ugye most az evangéliumban is, hogy mi történt ezzel a valakivel, aki odajött Jézushoz, ugye, ha megjegyeztük a szöveget, akkor tudjuk, hogy egy balaszít, hogy valaki. Így is olvastattuk, így hallottuk, mert az a valaki az lehet, hogy te vagy, akiről ma az evangélium szólt, vagy én vagyok, ugye. Azért valaki, nem mondja a nevet, tehát behelyettesíthető. Na ez a valaki ugye nem tudta úgy átadni magát Krisztusnak. És a szabályok, a parancsolatok voltak az első helyen. Szent Ferenc, ez nem így van, nem a parancsolat a legfontosabb, hanem az, hogy Krisztus legyen az életemnek a központja, középpontja. Ez számára fontos. És a Jézus egyetlen egy parancsolatról beszél, tehát az igazán mélyen Krisztus hívő ember nem is tartja, nem is tudja lehet, nem is biztos, hogy nagyon tudja fejből a 10 parancsolatot. Miért? Ez nem eretnek gondolat, gondoljuk bele egy kicsit. Jézus megmondta, hogy melyik a fő parancs. És akkor azt ne csonkítsuk, hanem mondjuk ki, hogy szeresd Istent, fele barátodat is, és önmagad. Mind a három fontos. Mert azért gondolom, hogy ne csonkítsunk, mert ez a csonkítás, ez többször is megjelenik. Ugye akár az egyházi prédikációkban is, hogy Isten meg a fele barátot, és magamat helyesen, ugye. Mert attól félünk, hogy az mindjárt az önszeretet, hogy mindjárt bűn, nem bűn mindjárt. Mert ha téged szeret az Isten, akkor neked nincs jogod önmagadat eldobni. Neked is szeretni kell magadat. És a Szent Jónásban is, hogy hangoztatjuk, hogy önmagunkkal is ki kell békülnünk. Szent Jónás arra is szolgált. Tehát Istennel, fele barátommal és magammal is, hogy kibéküljek. Hogy elfogadjam magam. Ha az Isten elfogad engem, akkor nincs nekem jogom magam nem elfogadni. Na, tehát Ferencnél ez mindig jelen van egyben. És fontos számára az, hogy Krisztushoz legyen hasonló. Na, és akkor azt mondja a hagyomány, hogy hát például arra törekedett, hogy minden Krisztusra emlékeztesse. És amikor arról volt szó, hogy hát milyen ferences ruhájuk legyen, vagy hogy öltözzenek, hát akkor egy kicsit oda szétnézett az Assisi környéki parasztok között, és hát az ő öltözetüket választotta egy kis modifikációval, azzal, hogy hát az ujja szélesebb legyen a ruhának, mint az Assisi parasztoknál, hogy amikor így kinyújtja a kezét, akkor az Krisztusra emlékeztesse. Tehát minden, hogy emlékeztessen engem Isten.
Egy ilyet találnak itt a kiállításon is, meglátnak egy ilyen szép nőt, a krisztusi kezet. Másod is, állandóan az Isten nyomait kereste az életében, és ezek állandóan emlékeztették. Itt van egy szép könyv szintén az Agapi kiadásában. Azt mondja, hogy a minden teremtmény az Úr lenyomata, az Úr lábnyoma ezen a földön is. És a teremtmények emlékeztetik rá is. Itt vannak a ferences forrásokban, összeszedtünk különböző eseményeket, a pacsirta nővéről, a sólyomról, a falánk vörösbendjől, meg hasonló gyönyörű, tanulságos kis események is mesék az ő életéből, de ez mind számára normális volt, és örült annak, amikor csatlakozott hozzá kisbárány, és ott bégetett neki a kápolnában, útközben, egy kis kápolnáskában, ha éppen betért imádkozni, vagy máshelyen fogta a szöcskét, vagy a hagyját, és letette az útról oldalra, hogy nehogy eltapossák az emberek. Tehát ekkora volt ez az ő szeretete a teremtmények iránt, és ez utána visszhangot nyert abban a költeményben is, amelyet úgy ismerünk, mint a naphimnusz, vagy a holttestvér, naptestvér és holtfivérnek a himnuszát, ami az olasz irodalom egyik égköve, mégpedig a kezdeti orosz irodalomnak az égköve, és annak az ünneplését pedig jövőre fogjuk megülni 2025-ben, Assisi-ben, a Szent Damián rendházban, templomban, kegyhelyben nevezzük, amelyiket akarjuk, ahol a hagyomány szerint bevégezte a naphimnusznak az írását. Aztán 2026-ban pedig 800 éve lesz annak, tehát négy nagy esemény vagy öt, 2023-ban, egy 24-ben, egy 25-ben és 26-ban pedig a halálának lesz a 800. évfordulója, illetve nagyon sokszor úgy is szoktuk mondani, hogy az elszenderülésének az évfordulója. Tehát ezek azok a nagy ferences jubilomok, amelyeket ünneplünk. Ferenc egy olyan ember volt, akit nehéz kiismernünk, tehát hogy úgy mondja, hogy ne feledjük, hogy azért mi úgy gondoljuk, hogy könnyű az embereket megismerni. És ebből kifolyólag nagyon könnyen ítéleteket is hozunk, nagyon könnyen rávágjuk azt, kérdezi valaki, hogy ismered a pici Palkót? Hogy ne ismerni? Már kétszer is találkoztam vele. Hol? Hát a kocsmában. Na és ez milyen ismerettség? Mit ismerünk mi a pici Palkóból? Semmit se. És azt sem tudjuk, hogy miért jár a kocsmába. Biztos az, hogy hajlama van? Vagy biztos az, hogy volt kezdettől fogva hajlama? Biztos az, hogy nem történt vele valami tragédia az életben, és úgy gondolta, hogy ez a menekülés úgy. Mennyire ismerem a Pityi Palkót? Mi annyian könnyen ítélünk egymásról. És amikor beszélünk Szent Ferencről is, nem tudom, mi egy kicsit valamit tudunk az életéből kihozni, elmondani, de igazán megismerni nem tudjuk. Senkit sem tudunk igazán megismerni, a Jóisten ismeri igazán. Mi csak képzeljük, hogy tudjuk jól megismerni. Számunkra azonban az a fontos, hogy nagyon sok példát ad számunkra is az élethez. És ami fontos számunkra, szintén én azt nagy dolognak tartom, hogy Ferenc tényleg megélte az evangéliumot. Van egy ilyen szentek életével foglalkozó, volt meghalt most már, író Walter Lincolnnek hívják, aki azt mondta, hogy hát minden szent elénk éli az evangéliumot, hogy a szentnek az a feladata, hogy elénk éli az evangéliumot. És ha az van, akire vonatkozik, akkor Szent Ferencre, Assisi Szent Ferencre biztos, hogy vonatkozik. Ő a maga egyszerűségében élte elénk az evangéliumot. És ebben, hogy állandóan kereste. Például már számára nem az volt a fontos, hogy a péntek az bűne vagy nem bűne, hanem azt mondta, amit elébetek tesznek, azt egyétek meg.
Ezt mondja az Úr. És akkor most, hogy van előírás, vagy nincs előírás, mert mi van itt a törvénynek a szelleme a fontos, nem a pénteki óra, vagy a pénteki órák, hanem az, hogy van-e benned bűnbánati lelkület. Ez a fontos. Péntek ezt fejezik. És akkor nem sikerült pénteken, még csinál szombaton. De valamilyen módon, hogy te megjöld ezt a lelkületet, hogy benned éljen ez a lelkület. Szent Ferenc ezt is például hangoztatta a testvéreknek. Amivel még kérem, fogadjátok el. Mert mi csinálunk Újvidéken, ez elég gyakran előfordul, hogy ott, de már itt is nem nagyon, azt hiszem, hogy egyre kevesebb a különbség a kettő között. Vannak ezek a szlávák, és akkor mennek ugye a katolikusaink is a szlávára, és akkor hát ott van, ahol ilyen húsmentes szlávák vannak, de vannak, ahol nem az van, hanem hát bőven esznek mindent. Hát és péntökre esik, és na most, atya, menjek-e vagy ne menjek? Ez is egy kérdés. Vagy jön a gyónás, hogy jaj, nagy bűnt követtem el, mert pénteken elmentem a szlavára, és beladtam, jó. Sűt malasz meg, mit tudom én. Akkor jön a következő, jaj, atya, nehéz volt, szörnye, tudja mi, az teli az asztal, mindennel, csak csurog a nyálam, és képzel, semmit se ettem. És akkor kérdezzük tovább, mit csináltál? Megsértetted a vendéglátóidat. Azt mondtad, hogy ez nekem semmi se. Az én bőjtöm a sokkal többet jelent. Igen, törvényt betartottad, de a szeretetet nem. A szeretet azt jelenti, hogy köszönöm, gyönyörűen megcsináltad, áldjon meg az Úr, legyen még sok ilyen szép napunk, még nem tudom micsoda. Tehát ez az, amit Szent Ferenc kerül. Tehát ő annyira visszatér Jézushoz, hogy átgondolja, hogy mit akart Jézus ezzel. Nem, hogy most mit kell csinálnom, mit kérdeznek az emberek, vagy általában, ha valami, például vannak különböző mozgalomok az egyházban is, és akkor ha csatlakozni akar, például a világi ferences rendhez. És akkor az az első kérdés, akkor mit kell csinálnom, milyen előírások vannak. Ez az első kérdés. És akkor azt mondom, hogy semmit sem, nem kell ezt így tenni. Minek? Mit csinálsz ilyen ferenceségét? Azért jössz oda, hogy legyen még egy csomó parancsolat, amit meg fogsz szegni. Tehát mit csinálsz? Mit akarsz el? Érted, hogy Krisztus kell követni? Ha ezt akarod, akkor gyere. Aztán többit majd meglátjuk, hogy ezzel mi jár. Ha akarok jó pástítomot enni, akkor... Olyan, ha van belőle jó egyáltalán. De ha akarok valami jót elérni, akkor nem azt nézem, hogy mit mondanak az előírások, hanem azt nézem, hogy ez tényleg jó és számomra, hasznos és számomra, vagy jót tesz neki. Tehát Ferenc ez le tudta hámozni azt, ami nem az evangéliumhoz tartozik. Ez érthető is szám, érthető rész, meg tudjuk érteni tőle, mert például az is egyik jelenség az életében, hogy a különböző írásaiban, amelyek ránk is maradtak, sokszor, amikor olvassuk és belemélyedünk, akkor az a benyomásunk támad, hogy Ferenc olykor azt se tudja, hogy ő most saját szavait mondja-e, vagy az Úr szavait. Tehát annyira éltek benne az Úr szavai, hogy ő, ami eszébe jutott, megírta, de aztán úgy látszik, hogy nem tudta, hogy most ezt én mondtam, vagy az Úrtól származik direkt. Tehát ez is egyik jellegzetessége az ő életének, és annyi mindent ki lehetne hozni az életéből, például a szegénység, ugye a vicc is azt mondja, hogy hát van három dolog, amit a Jóisten sem tud. Azt hiszem, hogy hallottuk már sokszor, de mindegy, aki hallotta, az zárja a fülét, aki nem, az meghallgatja, akinek meg unalmas, az nem tudom micsoda. De ugye három dolog, amit a Jóisten sem tud. Az pedig, hogy hány apácarend van a katolikus egyházban, akkor, hogy mit gondol a jezsuita, és miben áll a ferences szegénység. Na most miért nem tudja a Jóisten se? Ugye azért, mert hát nagyon sokszor a ferencesek sem tudják, hogy miben áll a ferences szegénység, de
hogy azt, amit az előbb is említettem, hogy szegénység és nem nyomor. A kettő között van különbség. A szegénység Szent Ferenc fölfogásában alapvetően azt jelenti, hogy szabad vagyok minden köteléktől. Tehát nem kötöm a szívemet se valamilyen dologhoz, se valamilyen személyhez, az én szívem szabad. Szabad az Isten számára. A gazdag az, aki köti a szívét valamihez. Emberek hányszor szenvednek, rabságban vannak, mert rabságba ejti őket egy-egy tárgy. Egy-egy emléktárgy, mert ez az nem tudom kitől származik, egy szörnyű plasztik madonna, mert az amattól származik, de az embernek fölfordul a gyomra, amikor látja a művészi értékét annak a nem tudom minek, mert plasztikából mindent lehet úgy látszik csinálni, még a szűzanyát is ki lehet így karikázni, karikírozni. És akkor mi? Az van a szívemben, ahhoz kötöttem magam. Meg az asztalhoz, meg a szekrényhez, meg a polchoz, meg a polcon lévő nem tudom mi minden, amit csak portfog is, és semmi más. Tehát ez nem az. Ferenc szabadságot akar. Mi nem akarjuk a szabadságot. Nézzük meg, hogy mit csinálunk. Szerenc azt mondja, hogy ezt a világot Isten teremtette, ezen a világon Istennek kell hálát ad mindenért, gyönyörűséggel, ő adja a napot, ő adja a holdat, ő adja a csillagokat, ő adja ezeket a különböző bogarakat, minden. Ja, és még azt is mondta Ferenc a testvéreknek, hogy egy alkalommal, hogy vigyázzatok, azt a sarkot ott a kertben ne ássátok fel, hogy a paré is tudjon nőni, azt is a Jóisten teremtette. És akkor mi azt mondjuk, rájöttünk lassan, hogy hát fűben fában orvosság, ma pedig még jobban, hogy hát azért az a paré nem mindig paré. Na, és ugye Ferenc ezt mondja. Ezt neked teremtette az Isten, ez a tiéd. Tartsd tiszteletben. Vigyázz rá. Figyelj oda. Nézzed, óvjad. És akkor mit csinálunk mi? Mi azt mondjuk, hogy aha, ez a darab az enyém, itten. Ja, még lesz 3 méteres fal is. Ez az enyém. És akkor mit csináltunk a végén? Mindenki csinált magának egy kis börtöncellát. Mert ez a darab az enyém. És akkor itten izzadok, meg nem tudom micsoda, mert ott a vakolat esik le, ott emez van, 100 millió gondom van, és pénzem nincs rá, mert ebből az ilyen nyugdíjból, az ilyen svájci nyugdíjból, mint amit itt kapunk, ebből nem tudom azt fedezni. És akkor hol vagyunk? Tehát ez Ferencnél nincs ott, ez egészen másod. Nem kötöm magam. És akkor élvezek. Mit ér nekem, hogy van egy nagy kerítésem, meg egy nagy házam, és nem látom a napot? Soha nem látom a napot. Itt élek 50, 60, 80, vagy ki tudja hány évig, és nem láttam egy szép napfelkeltét, nem láttam egy szép naplementét. Mit látunk mi az életből? Azt se tudjuk, hogy milyen fa mellett mentünk el ma. Hány fát vettünk észre, vagy mentünk el mellettünk? Tehát így nem figyelünk oda az életre, és Ferenc ezt nagyon fontosnak tartja, és ezért van, hogy hát ugye mégiscsak a természetvédelemnek a védőszentje. Ezt elismeri a világ is. Tehát láthatjuk, hogy egy olyan emberről van szó, akiről ezt a pár szót mondtuk csak. Nagyon sok lehetne, de én azt hiszem, hogy le is járt az időnk is, ugye? És akkor még itt egy valami, akkor megint szintén nagyon, hogy mondjam, egyszerű, de nem naív nyelvezettel, ez egy nagyon könnyen olvasható szöveg Szent Ferencről, egy szegény ember bölcsessége.